reklámozunk, akkor reklámozunk. Takács József, magyar kanizsai állattenyésztő, 200-nál is több birkát nevel a gazdaságában. Mint mondta, a járványhelyzet miatt a termékeit nehezen tudta értékesíteni, és mivel a piacok is bezártak, több ezer eurós kár érte. Ha lehet, a vágóbirkákat élve eladjuk, de most rákényszerítünk arra is, most május 1-re meghirdettük, és elég szép számba bírtunk eladni húst. Mink fejünk 60 liter, 70 tejet, és ezt értékesüljük. A 100-120 tarhó naponta, most ennek számára ki kell számolni az értékét, mink 100-120 dinári, 150, mikor, hogy, mik, kinek adjuk el, és akkor ezt ki kell lehet számítani, ez nem egy-két dináros kiesés volt neki. A bárányára szinte nem, hogy semmi, de nagyon alacsony, nagyon alacsony. Kálmán József szerencsésebb volt. Ő a bárányait még a télen, a koronavírus járvány előtt el tudta adni. De ami bárányokat eladtunk az ősze, vagy az őszi ellést, hát ott majd számítunk a vágóhídtól, az a 2000 dináros támogatás, meg a törzskönyves jószágtól az a, az a 7000 dinár, az a, azt várjuk. Már volt ilyen 180-200 dináros kilónkinti árat, ennyit kínáltak a vevők, mert ha bár nem is igen volt vevő, csak egy-kettő, és azok meg visszaéltek, gondolom, a helyzettel, a monopól helyzettel, hogy hát egyedül vannak a piacon, és akkor hát nagyon, ez, nagyon lenyomták az árat. Takácsék saját erejükből tartják fenn a családi gazdaságukat. Ez idáig egyszer pályáztak a Prosperitáti Alapítványnál, akkor nyertek is a pályázaton.